Hello, én Závodi Gábor vagyok, és ez itt a Hangok és Stílusok. Ebben a részben nem én Ferenc Úsz, amíg élsz című számát fogom kivesézni és megmutatni a részleteket, engedni beletekinteni a kulisszatitkok mögé, még pedig azért, mert ez egy eléggé hányatott sorsú dal lett. Ez egy programzene volt, mert kaptunk egy megbízást, hogy csináljunk a magyar kormány részére az úszó VB-hez egy még a pályázati időszakban egy zenét, és meg is mondták, hogy milyen fajta zenét szeretnének, tehát konkrétan meg lett határozva, hogy milyen stílusra gondoltak, nagyívű, nagyon pátoszos, és a úgymond a bajnokok ligájában van ez a Champions, amikor a kórus énekli ezt a dalt, és kimondottan ezt az irányt jelölték meg, mert hogy a bírák, akik majd döntenek, inkább idősebb emberekből állnak, és azt kérték, hogy olyan zene legyen, ami az ő ízlésüket valószínűleg kiszolgálja. Tehát itt ennyiből nehéz volt a feladatom, mint zeneszerzőnek, természetesen nem ilyen Ferenc volt a szövegíró, mint mindig. Tehát nem az volt, hogy jön egy ihlet, és azt mondom, hogy ülök a zongoránál, csinálok egy dalt, átküldöm a Damiennek, ír rá szöveget, és fölvesszük. Tehát nem ez történt, hanem konkrétan egy meghatározó stíluson belül kellett, tehát ez egy program zeneszerzés, kellett egy dalt csinálni. Önmagában ez nehéz volt. Plusz én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen programban részt vehetünk, és ezt én nagyon komolyan is vettem. Ezt majd mit látni fogjátok az elvizet munkában, hiszen most itt, ha megnézem itt a listámban, akkor 196 sávot látok, tehát annyi volt felhasználva, hogy ez a dal megszólaljon, ami hát semmiképp sem átlagos, még a mi szintünkön sem. Tehát ez elég komolyan vettem, amit a leginkább azzal tudtuk megfejelni, hogy mivel itt szerettem volna ötvözni a szimfonikus elemeket a popzenével, tehát itt a végén, ami megkoronázta ezt az egészet, az a operáz kórusa volt, akit elmentünk és fel is vettünk. Fontos még, amit elmondjak, hogy amit most itt fogtok látni, ez 90%-ban, ugye az eredeti 2013-ban megjelent dalról van szó, mert ez a Túl a világ végén című CD-n szerepelt. De ha már elővettem a dalt, akkor nyilván nem bírtam meg, hogy ne nyúljak hozzá azzal a technikával, amit közben az elmúlt 7 évben változott, vagy 8 évben változott, illetve az én tudásom is változott. Tehát változott az eszközpark, és fejlődött a technika, én is fejlődtem vele együtt. Tehát nem az van, hogy most lejátszom olyan azt, amit annak idején, hanem hozzá is nyúlok, tehát ez mindig egyfajta remix, ami történik a szó igazi értelmében, tehát újra van keverve a dal. Tehát nézzük akkor, hogy miből is áll a dal. Nyilván eredetileg ezt egy zongorán írtam ezt az a számot, de most nem akarok visszamenni a zongorázáshoz, mert abból igazán tulajdonképpen nem sok minden maradt ebben a dalban, bár azért meg tudom mutatni, hogy milyen az alap zongora téma. Ez a vamp. Ez már a verze. Most nem lesz a még a dal, tehát magyarul zongorában szoktam, nyilván billentyűs vagyok, tehát zongorán szoktam a dalokat írni 99%-ban, valamikor zongorán írom ugyan, de gitárhangszint használok, tehát ez is végig zongorázásnak számít, csak a hatással egy picit más. Úgyhogy most valójában megmutatnám, hogy a hangszerelést én hogyan szoktam felépíteni, és mi a legfontosabb, és szerintem az egyik legfontosabb az a tempó. Eleve meg kell határozni a tempóját a dalnak. Az ember, amikor írja, én például mindig egyre gyorsabban és gyorsabban játszom, a saját lendületem visz előre, ez például egy 111 BPM-es dal lett végül is. Állítólag a páratlan számok azok, hogy kellemesebben csengenek a fülnek. Hát ezt nem tudom, hogy tudományosan ezt alátámasztották-e brit tudósok, de ez most kivételesen 111 lett. Én egyébként nem szoktam erre figyelni, hogy páratlan szám legyen, de ezt már hallottam mástól, hogy ez állítólag fontos, vagy hát fontos lehet. Amit megmutatnék először, hogy gyakorlatilag ennek a dalnak egy alapritmusa, ami szinte az egész dalba végig kíséri, ezt tapssal raktam bele, ami megvan persze processzálva, kicsit fényesebbre, sőt, meg van delayezve is. Egy pingpong délét kapott. Valójában ebben a fajta ritmikában nekem a John Ferrennek a Your The Voice című száma volt például egy ilyen kedvencem, amit imádtam, annak is egy ilyen taps, forgó taps volt az alapja, és úgy döntöttem, hogy ebben a dalban ez jól fog működni, mert egyébként egy ilyen nagy zenekari pergődob van benne. Ez a pergetés, ez a rolling. Ez van kiegészítve ezzel a tapssal. A hangsúlyokat ugye ugyanazt hangsúlyozza, mint a pergődob. Én szerettem kotorászni a különböző perka minta bankokban, megbolondítani a saját zenémet valami olyan dolog, ami élővé teszi az egész történetet. Mutatnám is, hogy itt látszik is, hogy ez a Vengeance-nek a shuffled loopjából van egy. Ez még egy. Itt még egy.
És itt kicsit belenagyítok, akkor látjátok, hogy itt csaltam. Ahhoz, hogy ez a ritmus összejön, ezek együtt játszanak, ami ennyi végig is, hogy ezért el van csúsztatva. Egyik sincs a helyén, úgy, hogy ez eredetileg letöltöttem a netről. Mindegyik valahol el van téve, mert így néz ki a pergővel. Egy tapsal. Valójában én oszcinátot csináltam belőle. Ebből van egyébként még másfajta is, ami később jön be. Illetve van egy tamburinunk is, ugyanitt. Természetesen a tamburin meg van zengetve, még pedig kétféle monopuszka van, egy zenget, egy pingpong dilije is. Na most van ebben a dalban rengeteg timpani, mert hogy mégiscsak egy nagy zenekarról van szó. Ennek is van egy hosszú zengető, és persze meg van processzálva. Illetve vannak ilyen kis rolling effektek, tehát amikor a cintányéron, meg hát maga a beütés, mert ennek más hangja van, mint a Zoli, mert a Svége Zoli dobol egyébként a dalban, de ezt kimondottan a nagyzenekari hatás miatt tettem bele, plusz vannak ezek a általam imádott, szintén darabokból kivett perka funkciók. Van egy ilyen vissza, ami szintén persze meg van delayezve, ez a visszafele, plusz egy ilyen tam hang. És egy shaker. Még tettem bele folyamatos lábszint is. Én pedig három részre szedtem, hogy külön tudjam hangerőzni a hangsúlyokat. És akkor így néz ki együtt az egész. Ami csak a perka része. Most térünk majd a refrénhez. Ez a refrén egy kicsit kitisztul, mert a dob átveszi az irányítást. Na, ennyit a percussionekről, és akkor most nézzük meg a Zoli, és végén Zolinak a dobjait, amit nyilván kezdjük a lábdobbal. Hogy ez a norma hangja. Ez a processing hangja. Itt is van persze klasszikusan a Steven Slade cuccokból. És ehhez is persze tettem hozzá lábdob mintát. Ez most nem tudom megmutatni, hogy honnan van, mert ez már le van audiózva, de egyébként ez is az Adaptive Drumsból került hozzá, tehát együtt így szól. Egy trükköt még elárulok, vagy hát nem is trükköt, hanem egy fontos információt, hogy sajnos a triggerek nem mindig pontosak. Ezért azért szoktam leaudiózni, mert kénytelen vagyok végignézni, hogy minden trigger a helyére került el, mert imittam ott sajnos néha beletesznek a digitál ide vagy oda, a gép is csak ember, tehát néha elrontják a triggerelést, és akkor nem lesz egyszer megütve a lábdobok, az, amit én nyilván nem szeretnék. Nézzük a pergőt, hogy abból mi lett. Ez a Zolinak a pergő, én csak az alját letettét már lekaptam róla. Kapott egy ilyen dinamika processing, tehát nélküle, vele, plusz ezt a pergőt, ami szintén több hangból összerakott minta, ami eleve már zenget veled. Összerakva, tehát, és ehhez még én raktam itt a grupon keresztül egy ilyen szobahangot, ez Steven Slade-nek az engedtőjéből egyébként. Ez egy ilyen chamber, tehát egy akra hang.
akkor ebből jön össze így a kettőt együtt. Plusz az alsó mikrofon. Ott susog a Dead Note csapat. És a ládóval együtt. Nézzük a tamokat. Ezzel is klasszikus rajta van a dinamika, ahogy szokott lenni. Illetve kapott egy ilyen plusz. Egy ilyen rossz zengetőt, amit a CLA-ból szoktam hozzátenni, mint egy ilyen effekt. Akkor nyilván a lábcín. Ez le van vágva, kapott egy kis magas emelés, illetve az overhead. Stereo overhead. Amin a grupon épp, mint van egy ilyen nagyjából egyik dinamika. Én ehhez még gyártottam. Parallel compressing kapcsán, ugye ebből a hangból ez az overhead egyébként. Így is a kicsit megvan a szatúrral küldve, over túl van vezére, vagy ezt alá toljam a képnek, és az egész akkor ilyen lett belőle. És együtt a perkával. Na most akkor nézzük a barnát, Music mennyit szokta hozni, ami így szól önmagába. Ugye ez a klasszikus vonalba keresztül a 61-76 előfokkal vettem, és ezt a röfögös hangot kerestem én általában, de én például csináltam egy ilyen trükköt, hogy itt is volt egy paralell verzió, tehát ebből a hangból. Ezzel a kis erősítő szimulátorra még megvan egy kicsit röfögtetve, túl is van vezérelve. Tehát ehhez teszem hozzá ezt. Éppen itt látszik egy nagyon picit. Csak hogy meglegyen ez az erősítő hangulat. Meg is mutatom, hogy milyen egy az Olival együtt. Akkor nézzük a gitárokat. Először is kezdjük itt a heavy-vel, mert itt az elején egyből az van. Látszik, hogy nem tettem hozzá semmit, csak magát a tépszaturációt, mert hogy a grupba akartam bingizni. Föl van húzva, most a CLA 3-ával van kicsit összefogva. Plusz van egy kétféle rövid zengető van rajta. Hallatszik is a lecsengésből, hogy egy ilyen rövid zengető van rajta. Aztán volt még a Menyusnak egy ilyen bejátszása, amit most megadok, hogy milyen, szárazon. Ami föl van persze kompresszálva, szépen meghangerőzve. Illetve meg van effektezve. Itt is ugyanazt csináltam, amit én nagyon szeretek, hogy az egyik oldalon van panoramázva, a másik oldalon van duplázva. És hogy megmarad a sztereó érzet, hogy melyik oldalon szól a gitár, de a hangkép nem borul föl. Plusz van neki egy ilyen muting funkciója, ami egy ilyen tempót
ad a gitárral végig a dalnak, mint egy perka szinte. Ez így fel van processzálva, és meg van effektezve. Ugyanaz pont az elekező oldalom, amin az előző funkció volt. És még megtartottam ezt a plusz funkciót, ami valójában csak ennyi. És akkor ez a három... Természetesen vannak benne szóló bejátszások, amik magukban így néznek ki. Szóval jól van, ez a VG 8-ból szólhatott, mert ez meg ismerősemnek ez a szandja. Ugye így néz ki felprocesszálva és megeffektezve. És akkor mi hiányzik még? Ugye van még ebből még egy másik fajta bejátszás is. Ez a verzivel lesz. Ez olyan, mintha ugye egy szólamot énekelne a gitárjával, amennyis a Damien Ferry-re. És megmutatom, hogy milyen, amikor csak a dob, a basszus meg a gitár van. És hát persze ebben rengeteg szinti volt, amit hát én nyilván nem fogok írni belőle, mégis a zongorára íródott a dal. A zongorát már mutattam, hogy hogy szólt, viszont ennek a dalnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy ebben van egy végig egy ilyen szimfonikus, hegedűszerű megoldás. Mutattam, hogy ez miből áll. Úgymond márkátó tempót adtam a dalnak, kicsit, mint a Karib-tenger kalózjaiban, tehát ez a... És ugye ez is többfél hangból van, hogy úgy szóljon, mint egy nagy zenekar, többféle mintát használtam, ez még egy. Ez egy rövidebb hang. Ez egy harmadik. És ez egy negyedik. Plusz. Ez még az ötödik verzió. Ez három sávból van összerakva. Akkor így néz ki együtt ez a funkció. Nyilván van benne normál, úgymond legátos string is, ami így néz ki. Itt is három szólam. Violin, viola és a cello. Ez a dalon belül még van. Ez a bridge rész. És itt a refrén. Ez csak a hegedük. Na most van benne olyan szinti funkció, ami nem mindig van a dalban, tehát egy ilyen kis modern kutykurutty. A zongorában egy... Ugye ez is megvan persze a processzával, itt a delay magából a hangszerből jön. Ugye ezt a tempót adja neki.
Plusz, mert természetesen, ha már nagy zenekart akartam imitálni, akkor nem maradtak ilyen fúvósok is, aminek egyik kedvence nekem a Kürt. De itt van trombita is, most jön be. Ez is természetesen utólag van zengetve, kétféle zengetővel. Így van, és akkor most szerintem meg is tudom mutatni, hogy milyen a zenekar maga énekek nélkül. És akkor nézzük a lényeget, amiről az előbb beszéltem, miszerint ugye ebben nagyon komoly kórus és vokál parádé van, hát egy ilyen extra módon, extra mennyiségű vokálsávot tudok most megmutatni. Például az egyik, ami így kezdődik, hogy... Persze ebből még volt, ugyanezt felvettük a Remény zenekarral is, mert hogy egyébként volt, ebből készült amúgy is egy olyan verzió, amiben nem volt benne az operász kórusa, mert a Remény lemezen nyilván azt tettük fel, amiben nem volt benne, mert ahhoz a hangulathoz, meg ahhoz a egész koncepcióhoz nem illett. Tehát mi magunk így énekeltük. Hol van a start, hol a cél? Itt van a, mondjuk a bás, itt mutatom külön. Van a start, hol a cél? Hol van a start, hol a cél? Illetve Demeter Gyuri. Hol van a start, hol a cél? És ugye ez az egész együtt így az operáz csapatával ugye így néz ki. Van a start, hol a cél? Hol van a start, hol a cél? De ugye ez a probléma, hogy a refrén, amit együtt éneklünk, a szintén az operázat mutatom külön a refrénből. És ugye ez megvan a Demián vokállal is. Húsz, amíg élsz, egyszer majd célhoz élsz, valahol úgyis partot talál. Vár az a cél, amit most is sem élsz, várad boldog. Igen, és ott lállatszott az előbb, hogy levágtam a végén, hogy... Le volt vágva az S-betű, hogy ne legyünk szanaszéje, mert néha azért elég sok S-betű tudunk egyszer énekelni. És akkor az egész ugye így nézett ki, úgy, hogy erre majd bejön a másik szólam egyszerre, tehát összemúsztatva. Húsz, amíg élsz, egyszer majd célhoz élsz, valahol úgyis partot talál.
De verzékre jöttek ezek a válaszok most. Az élet a víz, mi benne vagyunk, tenger még utazunk. Így úsztunk mind, a lébe át, szerelemmel küldött a pár. Ugye ez az egész a saját vokálommal együtt, ami a verzében itt szerepel, ez a plusz 4 sáv, ugye 76-tól 116-ig, tehát ez pont 40 sáv, csak a vokál, és akkor még ugye nem számoltam a egyéb zenekari dolgokat. Természetesen itt van még a korona az egészre, maga nem én Feri, lemutató processzálás előtti állapottal. Hol volt a start, s hol van a cél? Tudjuk, így kezdődött rég. Processzában. Ott volt a víz, az ősóceán, honnan együtt jöttünk tán. Illetve az effekteket, amiket még hozzátettünk. Milliárd furcsa lény, s mi csak úsztunk tovább, milliónyi éven át. Nyilván itt ugyanaz van, amit én mindig szoktam csinálni, van egy hosszú zengető, egy pingpong delay, két slap, illetve ezt nem is mutatom külön, illetve egy delay, amit programozva kapcsolódik be a különböző részeknél. Hát úsz, amíg élsz, egyszer majd célhoz élsz. Ez a sima terem, ez a pingpong delay. Ez valahol úgyis partot találsz. És ez a pingpong delay sztereóban van ugyan, de jóban beljebb van húzva a sztereója, mert hogy ez a két slap van a két szélén. Vár az a szél, amit most is remész, vár a bor. Ez így egészíti egymást szépen ki, hogy mindegyik egyszerre megy. Vár az a szél, amit most is remész, vár a boldogság. De most megmutattam, hogy milyen, amikor minden szól kivétel a Demjén Ferit, mondjuk ebből a verzéből, mert innen izgalmasabb. Még bemutattam, mert ez vicces, hogy fogtam magam, és a Queen We Will Rock You-jából kivágtam azt a részt, amikor még egyedül vannak, és ezt itt teljesítettem, mint egy ilyen közösség tapsot. Ez onnan van kivéve.
Hát biztos én vagyok nagyon öreg, meg szentimentális, de ez a zene még most is nagyon jó hat rám. Ugyanúgy, mint amikor megcsináltuk. Kár, hogy elvették aztán a kedvünket tőle, belekeveredtünk mindenféle hatalmi harcokba, hogy aztán a nóta sínylette meg. Mi is sajnos megutáltuk a dalt, azt kell mondjam. De most elővettem, mert szakmailag azt gondolom, az egyik legkomolyabb és komplexebb munka volt, amit valaha csináltam. Most nyilván, mivel a YouTube-ra kerül fel az anyag, ezért mastering nincs rajta, de hallgassátok meg, hogy milyen. 2013 után Demjén Ferenc Ússz, amíg élt című dala 2021-ben. Ez volt Demjén Feri és az Ússz, amíg élsz. Ez volt a Hangok és stílusok. Én az Ávodi Gábor voltam. Szevasztok!